A Géniusz Jótékonysági Alapítvány 2017 tavaszán immáron harmadik alkalommal népzene és néptáncvetélkedőt hirdet Szóla Fülemüle néven Kárpátalján, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja koordinációjáért felelős kormánybiztosság támogatásával. A 7 és 14 év közötti hagyományápoló zenekarok, néptáncosok versenyére bárki nevezhet legkésőbb 2017. március 31-ig. Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet. A verseny elődöntője április 28-án Beregszászban kerül megrendezésre. A verseny célja, hogy a vetélkedő révén a felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát, s egy életre kötelezzék el magukat a magyarság értékei mellett. Brenzovics László, a KMKS elnöke nyitotta meg az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának kijevi tanácskozását. A képviselő arról beszélt, hogy Ukrajnában mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kisebbségek otthon érezzék magukat, nyelvhasználati jogaik pedig az élet minden területén garantálva legyenek. Lehet tanulni a jogállamiságból, lehet tanulni abból, hogy hogyan kell ezt az egész kérdést rendezni, hiszen itt az integráció folyamatában nem csak a többségi nemzet, hanem az egész országnak kell integrálódnia, és ez hozzátartoznak a kisebbségnek a jogai is. Jelenleg három olyan nyelvtörvény tervezet van az ukrán törvényhozás előtt, melyek ellenkeznek Ukrajna nemzetközi vállalásaival, a kétoldalú alapszerződésekkel, valamint az európai gyakorlattal. Ezeket a kérdéseket már föl kell vetni Brüsszelben, Strasbourgban, vagy akár Genfben is, tehát minden olyan fórumon, ahol a kisebbségek kérdése fölmerül. Rovsán Tagiev, az Ukrajnai Nemzetiségek Egyesületének azeri származású elnöke bizakodó, és úgy látja, hogy a kijevi parlament nem fogja megszavazni a kisebbség ellenes tervezeteket. Ukrajnában nem ez az általános vélemény a kisebbségek nyelvhasználati jogával kapcsolatban. Ez csak egyes politikai erők meglátását tükrözi. Úgy gondolom, hogy nem fog kellő szavazatot kapni ahhoz, hogy átmenjen a törvényhozáson, mondta Rovsán Tagiev. Szálmán Szadajev, a Csecsen Nép Diaszpórája nevű szervezet vezetője szerint is átgondolatlanok a nyelvtörvény tervezetek. Nem vagyunk megelégedve, hiszen nem rendszerszerűen vannak előkészítve ezek a tervezetek. Először is az állam nemzetiségi politikájának koncepcióját kellett volna meghatározni, melyek a kisebbségekre és a nyelvkérdésre vonatkoznak, mert nagyon sok a spekuláció ezzel a kérdéssel, mondta Szadajev. Vince Lóránt, a FUEN elnöke a rendezvényen arról beszélt, hogy a szervezet egyik legfontosabb feladatának a kisebbség és a többség párbeszédét tartja, szerinte a többségi nemzeti identitás megerősítése és a kisebbségek törekvéseinek támogatása nem zárja ki egymást. Ukrajnának van egy nagyon erős törekvése, hogy a nyelvet erősítse, az ukrán nyelvet és az ukrán kultúrát. No, de ez nem kellene a többi nemzetiség róvására történjen, hogyha valahogy ez párhuzamosan megerősítik a nemzetiségek törvénykezését, jogait, azzal hozzájárulnak a társadalmi béke megteremtéséhez. Az ülésen részt vett Refat Csubarov, a Krími Tatárszövetség elnöke is, aki arról beszélt, hogy a tatárok ukrajnai megítélése csak az orosz annektálás után változott pozitív irányban, viszont a Krím félszigeten jelenleg elnyomásban él ez a kisebbség. Egyedül diplomáciai és gazdasági nyomásgyakorlással lehet hatni Oroszországra. Már elkezdődött az ENSZ-ben egy nemzetközi bírósági ügy a krimi tatárok faji megkülönböztetése ügyében, és Hágában is megkezdődtek a meghallgatások. Még nem tudjuk, mi lesz a végkifejlet, mondta a tatárvezető. A FUEN 32 európai országból származó mintegy 90 tagszervezetével az őshonos nemzeti kisebbségek, illetve őshonos etnikai csoportok legnagyobb ernyőszervezete. Ukrajnában jelenleg 5 tagja van.